Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című műsorunkat látják. Tartsanak velünk a következő bő negyed órában. Vendégünk Szabó János alpolgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És egyúttal boldog új évet köszönöm, viszont kívánunk! Minden tavaly már beszélgettünk arról egy híradó riportban is, hogy az önkormányzat nem tudta lekérni azt az opciót az energiacégtől, amelyik a 2022-es évre vonatkozott volna. Új pályázatot kellett kiírni, de ott horror árak jelentkeztek. Azt nem fogadták el, de végül 2022-ben mégis kell energiát használni. Mire jutott az önkormányzat? A terület káoszban van. A szolgáltatók és a világpiac is teljes káoszban van. Ebben a ilyen körülmények között érthető, hogy a szolgáltatók nem is óhajtanak hosszú távon elköteleződni, és nem óhajtanak hosszú távú szerződéseket aláírni. Sőt, ha van ilyen, akkor fölmondják, lásd Győr példája például. Illetve most egy évnél hosszabban nem írnak alá. Na de most lehet, hogy önök se írnának alá egy évnél hosszabb időt. Én megértem őket. Igen, mind a két félnek lutri ez, kiszámíthatatlan. Értesülünk ugye sajtóból, látjuk, hogy mi a helyzet. Tavaly nyár óta megbolondult ez a piaca a világnak, és jellemző módon a megawatt óra euróban 56 és 175 között ingadozik a tőzsdén, szeszélye szerint tavaly nyár és mondjuk tegnapig, és az, hogy melyik pillanatban fogadja el az ember, na, az nagyon nem mindegy. És természetesen az ilyen energiabeszerzés is közbeszerzés köteles, ami hosszú folyamat, hosszú procedúra, és valóban hallottuk a híradásokban, hogy a kormány lehetővé teszi, vagy tette az egyetemes, úgynevezett, vagy közüzemi más néven, díszabásba való átsorolást, de olyan későn, hogy akkor már a legtöbb önkormányzatnak nem marad ideje az Európai Uniós közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ezért mi jó gazda módjára időben kiírtuk a pályázatot, le is ment, be is jött a nyertes ajánlat, és ezt nekünk jogunkban van még megvizsgálni, és egy kellő pillanatban ütöttük le az árat, mert ahogy néztük visszamenőleg szeptembertől máig, előtte és utána is lényegesen több volt az ár. Tehát egy relatív vákum, relatív gödörben volt az ár, amikor szerződéskötésre adtuk a fejünket, de hát úgy kell elképzelni, hogy így is háromszoros az ár. És így is több százmillió forinttal többbe kerül Hódmezővásárhelynek 2022-re a villany és a gáz. Úgy van. Jellemzően döntően a villany visz ebből el többet, a nagyobb felhasználás okán, de a gáznál hasonló helyzet, ott is több mint háromszorosa, 106-ról 373 forintra ugrott fel a köbméter ár, és ez horror növekedést okoz. 420 millióra számoltuk ki, hogy amivel a Hódmezővásárhelynek számolnia kell többletként egyik évről a másikra. De van egy jó hírem, hogy van gáz, van áram. Nem jártunk úgy, mint Győr, aki nem tudta lefolytatni időben az eljárást, és már csak ötszörös áron, 5 milliárd plusz költséggel vállaltan tudott volna energiát vásárolni, nem volt rá fedezete, és az államnak kellett beavatkoznia. Tehát azt jelenti, hogy egy közfeladat ellátásra képtelenné vált egy önkormányzat. Hát mi ezt nem vállalhattuk fel, és ezért kellett időben lépni. A piacok mikorra nyugszanak meg, nem tudjuk, de jellemző, amikor megnyugszik, akkor nem háromszoros árat látunk, hanem csak másfélszerest. Ebben az örömünk nyilván nagyon relatív, hogyha 80-100%-kal drágában veszünk valamit, akkor már szinte elégedettek vagyunk, mert ennél sokkal rosszabb is lehetett volna. Az a tervünk, hogy átalakunk egy kicsit brokerré, figyelve a tőzsdéket, és a világpiacon szakértők szerint tavasszal szokott egy kicsit mérséklődni az ár, és már akkor sas szemekkel fogjuk nézni a 2023-ra vonatkozó lehetőségeket. És akár már akkor megpróbálunk elköteleződni az azt követő évre. Lesz-e valami hatása az önkormányzat intézményeinél, cégeinél ennek a brutális energiaáremelkedésnek? Nem. Ezt mind az önkormányzat akkor magára vállalja ezeket a többletköltségeket? Hát, hogyha nagyon muszáj, akkor igen.
Várnánk, hogy az állam segítséget nyújtson nyilván az önkormányzatoknak, mert több önkormányzat képtelen kigazdálkodni ezt az összeget. Vásárhely nem ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy fölvet bennünket a pénz. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ha van az embernek félrerakott pénze, vagy lekötött pénze, azért nem mindegy, hogyha megélhetéshez kell feltörni, vagy hogyha, vagy inkább egy gyermeknek veszünk lakást, hogyha megteheti egy család. Szóval itt is erről van szó, likviditásunkkal nincsen probléma, minden számlánkat ki fogunk tudni fizetni időben, mint ahogy eddig is, de azért 420 millió forint hiánya az ott fog jelentkezni, hogy a beruházásoknál, ami saját erős, vagy a pályázatokhoz kell önerős rész, ott azért hiányozni fog, és nem kicsit. Nyilván, ahogy mondtam már korábban is, mindent elkövetünk, hogy forrásokat találjunk Vásárhely működtetéséhez, fejlesztéséhez, inkább úgy mondom, nem a működtetéshez, mert a működtetésre még egyszer mondom, nincsen gond, most is van tartalékunk, e fölött is, ha ezt a 420-at levonnánk belőle, tehát az nem arra célra van, hogy rezsire költsük. És minden erőnkkel azon vagyunk, hogy egyéb, akár uniós forrásokat is közvetlenül Vásárhelyre tudjunk csatornázni. Korábban beszéltünk arról is, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése jelentős többletterhet jelent az önkormányzat, illetve az önkormányzat cégei, intézményei számára. Ebben van-e kedvező fejlemény? Van. Van. Számításaink szerint 30-40 milliós nagyságrendet jelent Hódmezővásárhelyen az önkormányzatnak és közvetlenül a cégeinek az ebből fakadó többlet, igény, és az államtól kapott visszajelzések alapján van rá szándék, hogy helytáll ezért az állam. Igen, még nem tudjuk, várjuk, de van rá remény, hogy... A különböző önkormányzati szövetségek ezügyben hallatták a hangjukat az utóbbi időben. Január 1-jével a Prisma Food vette át a közétkeztetést Hódmezővásárhelyen. Néhány nap telt még csak el, tehát nehéz lenne mérleget vonni, vagy nem kellene még mérleget vonni, de hát vannak negatív észrevételek is a menza szolgáltatásával kapcsolatban, ezt azért ne hallgassuk el, illetve hát van egy politikai szereplő is, aki véleményének adott hangot ezzel kapcsolatban. A gyerekek és az idősek elleni bűnnek tekinti Lázár János országgyűlési képviselő a közétkeztetés privatizálását. Az elmúlt 3 év legsúlyosabb bűnének tekinti. Mi a véleménye? Hát erre hirtelen nehéz reagálni, nagy levegőt kell venni, hogy az ember megőrizze a józanságát. Amikor egy szolgáltatásnak több ezer felhasználója van, voltak, vannak, lesznek rossz vélemények is. Ezt a helyén kell kezelni, és törődünk is vele. Nagyon fontos, hogy kiépüljenek azok az intézményesített információforrások, csatornák, amikből viszonylag objektív képet kaphatunk a minőség szolgáltatásáról. Erre egy példát mondok, egyrészt az önkormányzat hivatalból is ellenőrzési jogot fenntartotta magának a közétkeztetésben, ez a szerződés benne van, van rá dedikált alkalmazottunk, azon kívül nyilván a lakosság, a diákság, szülők véleményeit is várjuk és földolgozzuk, azon kívül jellemző, hogy összeér mind a Prisma, mind az önkormányzat, mind a fogyasztók érdeke, hogy javuljon a minőség, hogy a cég minden nap küld 2-3 adag menüt tesztelésre, amelyet szigorú, nem tudom hány kritérium alapján pontoznak, mérlegelnek a munkatársaink rotációs rendszerben, hogy mi is közel maradjunk a valósághoz. És önkormányzati munkatársak? Igen, önkormányzati munkatársak. Minden nap minden három önkormányzati dolgozó megkóstolja a menüt. Így van. És ki kell tölteni egy, azt hiszem, 18 vagy 20 paraméteres táblázatot utána, hogy íz, színvilág, külcsin, belbecs, tartalom, stb. Alapján, én ezt nem tudom fejből, hogy milyen kritériumok, hány pontot ér az aznapi menü. Ez is egy valami, mert mivel ugye van, ott is van 101 néhány ember, ez körbe fog menni, és ez nem egy hétre szól, hanem ez minden napra. Tehát ez csak egy dolog. Tehát attól függetlenül én olyan nagy gubancokról nem hallottam, nem tudok, még a néhány nap után. Ekkora váltástál szükségszerű, hogy előfordul, lehajolunk minden problémáért, és megpróbáljuk megjavítani. Azért vannak vitatható esetek is, hogy mondjuk miért nem másfél liter levest kap mondjuk valaki egy adag fejében, ha elviszi, ahogy eddig.
elmondása szerint most csak a szokásos egy adag fél litert. Ezt nem biztos, hogy ki akarik javítani a jövőben, hogy újra álljon vissza másfél literre. De amit a képviselő úr mondott, hogy mondta, hogy bűn a gyermekek ellen. A gyerekek és az idősek elleni bűnnek tekinti. Azt hiszem a Rádió 7-nek adta az interjút ezzel. Igen, meg a privatizáció, mint műfaj kritika alá mondta. Nem tudom, mit szólt képviselő úr annak idején akkor a mátrai erőmű privatizálásához, ami mondjuk nem összehasonlítható kategória ezzel a vásárhelyi közétkeztetéssel az oda-vissza csiki-csuki állam és privatizálás között. Igen, önmagában, mint privatizáció, hogy bűnkategória lenne 30 évvel a rendszerváltás után, hát na ebben a világban nem akarunk élni. Én megértem, hogy ez egy politikai álláspont, de egy szabad világban, piacgazdaságban, Európai Unióban, ahol a szolgáltatások, munkaerő és tőke korlátlan áramlásáról beszélünk, hadd álljunk már ki amellett, hogy nem föltétlen az állam a legjobb gazda. Sőt, én eleve gyanúzom, és mindenkit arra intek. Gyanúzom nyugodtan, ha állami önkormányzat tulajdonban van valami tartósan működtet, vagy biztos jó az úgy. Az sem jelenti, hogy ami privatizált, az minden jó. De vegyük észre, hogy ez a szöveg, ez szocializmus. Netto. Nincs rá szükségünk. Ezt buktattuk meg. Közelítsünk a témához. A közétkeztetés, hogy bűnkategória, véletlenül sem szeretném, hogy ő is a bűn pártolás kategóriájába essen, Lázár János. Ha nem tudja, akkor én most mondom neki is innen, hogy Makón is így van. Ahová átette a székhelyét, ahová emigrált Vásárhelyről, igaz, hogy 14 vagy 16 óta, de ennyi idő alatt azért vissza lehetett volna már önkormányzatosítani, hogyha annyira szúrja a szemét. Illetve el szeretném mondani, hogy a 3200 település mintegy 50%-ában privatizált szolgáltatásról van szó, szóval a közétkeztetés műfajában. Tehát Vásárhely nem egyedi, jellemző példa, sőt lehet, hogy épp a többséghez tartozó példa, mert 50% körül van ez az arány. Nem beszélve arról, hogy az előnyöknél, még visszacsatolok korábban elmondottakra, hogy nem kerül többbe az önkormányzatnak, nem nyerészkedünk rajta, mi bérleti díjat kapunk ettől a cégtől továbbiakban is. 160 millió forintért felújítja a mi tulajdonunkat. A tetőcsere már zajlik a Serháztéri konyha fölött, nem sokára kész 20 millió forintért. A gépeket, amelyek már nem tudták biztosítani a modern, épp a múlt évben az állam által megszigorított föltételeknek való megfelelést az étkezés, az ételek gyártásánál, már nem tudta volna biztosítani, nekünk ezt ki kellett volna cserélni. 160 millió forintba fog kerülni. Ezen kívül 40 millió forint további előnye van még a városnak, 10 millió iparüzési adót várunk tőlük, meg 30 millióra számoltuk ki, 31-32-re az alapanyag árnövekedésből, a bér és energia növekedésből számunkra kifizetendő költséget, amire került volna ennek az üzemeltetése. Ezek racionális érvek kétségtelenül, de vannak a szubjektív érzések, a fogyasztónak az érzései, hogy ízlik neki az étel, vagy nem ízlik az étel. Lehet, hogy ez fogja eldönteni igazán, hogy jó döntés volt-e. Így van. Az érzés a legfontosabb. Sokszor sok embernél nem az számít, hogy mit történt, mi volt, mi a tény, hanem hogy mi az érzés. Hát emberek vagyunk, én ezért senkit nem hibáztatok, mert mi emberibb az érzésnél, de mi emberibb a rációnál. Néhány hónap múlva már megalapozottabb véleményt lehet mondani, azt hiszem, a közétkeztetésre. Orvosi rendelők. Az Andrássy útról mennie kellett néhány házi orvosnak, azt hiszem, lejártak a bérleti szerződéseik. Így van. És az önkormányzat segített ezeknek a házi orvosi praxisoknak. Először az Egészséges Vásárhely program épületébe vitték volna ezeket a rendelőket, ha jól tudom. Az miért nem sikerült? Ott sok összetétele volt, hogy miért nem sikerült. Igazából volt ellenállás ott a kórházon belül is. Ennek a részleit őszintén szóval nem tudom, ebben nem vagyok benne, de azt tudom, hogy az önkormányzati feladatok közé tartozik a háziorvosi rendelés körülményének biztosítása. És ez eddig Vásárhelyen nem volt megoldott. Ezek nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok voltak, amiben rendeltek jellemzően az orvosaink. És hogyha a tulajdonosnak más szándéka volt ezzel, mennie kellett. És sokszor méltatlan körülmények között is voltak ezek a rendelők. Most egy ideiglenes megoldást találtak a
mérleggyár épületében. Így van, viszont a saját elmondások szerint minden szempontból sokkal előrébb vannak, sokkal kulturáltabb, tisztább, szakmai szempontból megfelelőbb környezetbe kerültek. Hosszú távon vannak további elképzeléseink is, ez az egészségcentrum kialakításában, itt az Rényi utca 9 szám alatt is például, arra még kicsit várni kell, de megnyugtató volt, nagy versenyfutás volt azért, hogy a december 31-i határidőt tartani tudjuk, és azt megelőzően néhány nappal, héttel már megoldott volt, hála Istennek, és zökkenőmentesen elindulhatott a januári rendelés. Az ideiglenes megoldás az 2-3 évet jelent? Még szerintem annyit sem. Még szerintem hamarabb is meg tudjuk oldani. Követjük majd az eseményeket az orvosi rendelőkkel kapcsolatban. Egy másik téma, aki a Bethlen gimnázium környékén jár, a Hősök terén jár, vagy a kórház környékén jár, láthatja, hogy zajlik a kőfal felújítása. Hát bizony a tégla közé a fuga kikopott, befolyik a víz, az rontja az egész falnak a minőségét, és most ezt hozzák rendbe. Mekkora munka ez, mikor rendelték meg? Hát ez az én szememet is szúrta már korán, nyártól, ősztől már sokat beszéltünk a kollégákkal, és ez nem volt közbeszerzés, úgy emlékszem, a nyílt beszerzés kapcsán meg volt a nyertes, és azt hiszem 18 millió körüli vállalási összegben dolgozik, és már szépen látható javítási nyomai vannak a tevékenységnek. Nagyon ráfért a javítás, de ez még csak egy felületi ideiglenes. Őszintén szólva, hosszú távon komolyabb elképzeléseink vannak ezzel a szép műemlékkel kapcsolatban, ami sok helyen méltatlan állapotban van, és nagyon szeretnénk kiszabadítani bizonyos fogságból ezt a falat, és látogathatóvá, turisztikai szempontból egy fókuszponttá tenni hosszú távon. Erre van pályázati lehetőség is, és ez már a 22-es, tehát az idei évi tennivaló listákban benne van. Úgyhogy legalább a kivitelezési, engedélyezési tervezésig szeretnénk eljutni egy komolyabb, nagyságrendű felújításának a kőfalnak. Éveleje van, egy új intézmény kezdte meg a városban működését, ami mégse új, hanem több intézmény összevonásából született. Egy kormányhivatali vélemény ugyan a folyamatot korábban átmenetileg megakasztotta, de január 1-től már működik az új intézmény. Ez pedig a Tornyai Könyvtár és a BFMK 3-asa. Igen, 3-1-ben gyakorlatilag szervezetileg. Megkaptuk valóban a zöld lámpát a kormányhivataltól, köszönjük szépen, és így már minden akadály elhárult annak, hogy elkezdhesse a működését. Megvan az új vezető személye is, amit szintén pályázat formájában általunk nem ismert, de meggyőző személy nyerte. Egy kiváló szakember, és innentől fogva reméljük, hogy gördülékenyebb, hatékonyabb programjaiban még színesebb kulturális intézmény fog vásárhelyen működni. Az év elejéhez tartozik az is tulajdonképpen, hogy az operatív stáb az első ülését megtartotta, valamelyest, mintha javulnának a számok Hódmezővásárhelyen. Valamelyest, minden javulásnak örülünk, azt mondjuk, hogy akkor lélegzik föl legjobban az ember, amikor már a mélypontot megtalálta. Tehát amikor már talajt fogunk egy válságban, és onnan fölfele jövünk, az már elviselhetőbb. A helyzet változatlanul nagyon rossz, az tény, hogy javul. Tehát közelítünk a felszínhez, igazából az intézményeinkben, a hivatalban nem tudunk akut problémáról, akit személyesen most közelről érintene ez a COVID-járvány. Nyilván sok hiányzónk van továbbra is, diákok, ovisok között, egy-egy munkatársnál is, de szerencsére életet közvetlenül most nem veszélyeztet, úgy tudjuk. Hogyan értékeli az adventi vásárt, aminek még bizonyos részletei láthatóak a Kossuth téren? Így van, hát egy-két színes újdonsággal szélesült a bemutatandó tevékenység, és volt óriáskerék, gyermekvasút, igazából a tervezésünk szerinti minimumhoz közelít a költsége, amivel járt például az óriáskerék. Rengetegen használták fel az óriáskereket a városkártyával, de azon felül is a fizetős szolgáltatásban, ami a forgalom nagy részét jelentette természetesen.
Nyilván újdonság volt a jégpályának a műfaja is, hogy műjég volt. Nyilván ez is olyan, mint az étel, hogy önnek tetszik, nekem nem, vagy fordítva. Viszont én azt mondtam minden szkeptikus hangnak, ami volt, és amivel én találkoztam, hogy döntse el a felhasználás mértéke. És a felhasználás mértéke egy kicsit több is volt, mert tavaly előtt decemberben volt utoljára a szemjégpálya, akkor 1410-valány látogatója volt, ennek meg 1533. Tehát igazából nem látunk semmilyen visszaesést az érdeklődésben, és környezetvédelmi költség szempontból sok érv szól amellett, hogy emellett a műfaj mellett kitartsunk. Ugyan, ez még marad is valameddig? Igen, így van. Február hónapban még, ha jól tudom, február végéig talán üzemelni fog a jégpálya, mert ennek nem föltétlen szüksége, hogy mínusz Celsius fok legyen a környezetben. Jövőre is, akkor jövőre idén, 2022 igen, szokni kell, decemberében 22. Lehet, hogy esetleg új attrakciókkal is. Mindenképpen, vagy ezt, vagy mást, de mindegy egy kicsit jobban. Szeretném, hogyha a fejlődés íve minden szolgáltatásunkban, minden működésünkben benne lenne. Amennyiben nem úgy alakul néha, abból meg tanulni kell, de szerintem ez menni fog. A polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet, köszönöm, Önök időben című műsorunkat látták, viszontlátásra.